Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese az első vendégünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk, és kérdezőtársunk pedig Somos András kollégánk, neked is jó reggelt, tiéd az első. Jó reggelt, Andis! Jó reggelt! Én néztem azt a videót, ami az EBSZ varsói közgyűlésén, ugye közgyűlés? Igen, egy rendkívüli közgyűlés közgyűlésén volt. Készült, és azt láttam, hogy azt mondja, hogy vége legyen a képmutatásnak, amely ugye arról szól, hogy valaki vagy oroszpárti, vagy ukránpárti. Miközben egyébként azt tudjuk, hogy hát a nemzetközi jogi szempont az az, hogy van egy agresszorunk, és van egy védekező államunk, ez az egyik fele. A másik az, hogy jelentős nemzettestvéri közösség ér ugye Ukrajnában. Tehát hogyha ezt a kettő megfontolást vesszük, akkor nekünk inkább ukránpártinak kéne lennünk. Hát, amikor én felszólaltam, akkor az volt a téma, hogy a háborúnak milyen gazdasági következményei és környezeti hatásai vannak. Tehát elsősorban erre vonatkozott az én felszólalásom, és azt szerettem volna egyébként ebben a rendkívül egyoldalú nemzetközi közegben érzékeltetni a többi képviselővel, ugye 55 ország képviseltette magát ezen a közgyűlésen, hogy nem csak ebben a dimenzióban lehet gondolkodni, ahogyan itt a felvezetőben is elhangzott, például az üzemanyag hiány, vagy más, akár az infláció, tehát olyan gazdasági következményei vannak részben a háborúnak, amelyre adott válaszok során nekünk a magyar érdeket kell néznünk, és alapvetően, hogyha a saját vállalkozásainkat, családjainkat megnézzük, akkor most rendkívül nehéz helyzetben vannak. A rezsiszámlák most már érkeznek, a vállalkozásokhoz olyanok is, amelyeket nem tudnak kifizetni. Éppen tegnap beszéltem egy kis vállalkozóval, akinek eddig 50 ezer forint volt a rezsije, most megérkezett a számla, és 700 ezer forint, és arra számít, hogy a téli időszakban akár ez 3 millió forint is lehet. Tehát amikor Magyarországon ilyen gazdasági helyzet van, és ez nem csak a vállalkozásokra, hanem most már a családokra is érvényes, akkor nekünk nem az ukránok érdekét, hanem az oroszok érdekét kell figyelembe venni, hanem a saját érdekünket és a saját családjainkat kellene megvédeni. Ezért is ellenezzük például azt, hogy Ukrajnának Magyarország 70 milliárd forintot ad. Érdekes volt, hogy a kormány és Szijjártó Péter micsoda sikerként könyvelt el, hogy az Európai Uniós hitelfelvételben nem veszünk részt, de hát két oldalú alapon ugyanúgy odaadjuk ezt az összeget, ami ránk esne ebből, tehát igazából nem sokkal vagyunk beljebb. De most akkor a szolidaritás, vagy ilyen fajta segítőkészség, eszmélye, mint olyan, az teljesen hiányzik, vagy töröljük a szótárunkból ezentúl? Hát Magyarország eddig is rengeteget segített az ukránoknak, és naponta 1000-10000 számra érkeznek ide Magyarországra, Ukrajnába menekültek, akiknek mindenféle ellátást biztosít a magyar állam. Egyébként egyfajta ilyen turizmus is kialakult a határon, hogy olyan emberek is átjönnek, akik valójában nem menekültek, és délután pedig visszamennek, hogyha az ember beszél az ukrán határ környékén szolgálatot teljesítő rendőrökkel, akkor ők ezt elmondják, hogy már tudják ők, hogy kik azok, akik délelőtt átjönnek, felveszik az élelmiszert, a baba ellátmányokat, pelenkát, és aztán délután visszamennek, amit nyilván nagyon nehéz kiszűrni, és nem tud az ember igazából mit kezdeni ezzel a helyzettel, mert valóban sokan jönnek át olyanok, akik tényleg menekültek, csak azért ne tegyünk úgy, mintha Magyarország eddig nem. De mi van azzal a szemponttal, amit András említettet, hogy amikor mi támogatjuk Ukrajnát, akkor az ott élő magyar kisebbséget is támogatjuk, és ez a 70 milliárd, ez egyébként egy olyan ország valamilyen szinten lévő működtetésére is megy, ahol abszolút civil célpontokat lőnek az oroszok. Ugye látjuk az elsötétülő városokat. Igen, de itt a politikai mesdjéről beszéltem egyrésztről, másrésztről Magyarországon is egy olyan katasztrófa elé nézünk, és nem akarom itt az ördögöt a falra festeni, de azért nagyon sok ember lehet, aki ezen a télen akár megfagy a saját házában, mert nem tudja az energiaszámláit kifizetni. Látjuk azt, hogy a saját gyermekeink az iskolákban nap mint nap 18 fokban, 20 fokban ülnek, tehát és abba az irányba megyünk, hogy csak súlyosbodik a helyzet, tehát most fog eljönni igazán a tél. Én úgy gondolom, a Magyarország elsősorban a magyar emberekért felelős, mindazonáltal nyilván nem vagyok érzéketlen, és azzal maximálisan egyetértek, hogy a valódi menekülteket, azokat például segítse az állam, és ezt meg is tesszük hónapok óta. A magyar kisebbséghez pedig úgy gondolom, hogy ebből a pénzből nagyon kevés jutna el valójában. Tehát látjuk azt, hogy most is, amikor Ukrajna egyébként ezen az EBSZ közgyűlésen
közgyűlésen is bejelentkezett videóüzenetben Zelenszky, és most is, amikor az egész Európa, mondhatjuk azt, óriási erőforrásokat mozgósít az ukránoknak a megsegítésére, ők most is magyar ellenes cselekedeteket hajtanak végre, ugye a Munkácsi Turul szobornak az eltávolítására gondolok, tehát azért valamelyest jelezni kellene az ukránoknak is az, hogy attól, hogy háborúban vannak, még nem viselkedhetnek tiszteletlenül a magyar kisebbséggel. Hadd haladjak tovább, hiszen ez egy szigorlat állítólag, tehát, hogy itt nem folytogatjuk a képviselőket, hanem csak egész egyszerűen szorongatjuk. Tehát, hogy nem kell ahhoz kimenni az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet közgyűlésére, hogy a magyar érdeket képviseljük. Tehát, ha 55 ország képviselőjével azt szeretnénk elfogadtatni, hogy a magyar érdeket tartsák szem előtt, akkor persze ez egy jó irány, csak az a kérdés, hogy miért megyünk ki egy nemzetközi ernyőszervezet közgyűlésére azt mondani, hogy hát a magyar érdek a legfontosabb, kedves, bárhonnan is jött képviselőtársaim. Hát én azért mentem ki, mert tagja vagyok, tehát a Magyarország gyűlésben meghatározott számú és kijelölt képviselők tagjai ennek. Magyarország nagyon sok nemzetközi szervezetben részt vesz. Az EBSZ-ben én vagyok az egyik tag, és a saját véleményemet mondtam el. Persze. Csak gondolom, hogy bocsánat, hogy egyszerűbb azt mondani, hogy találjunk közös pontokat. Hát ha a magyar érdek képviselt, az nem egy közös pont, az egy parciális érdek. Én nem csak arról beszéltem, hogy mi magyarok képviselhetjük a saját érdekünket, hanem természetesen minden államnak, minden politikusnak megvan ahhoz a joga, hogy ezt az álláspontot képviselje. Ugyanakkor az egész közgyűlésben például az Egyesült Államok nevét ki sem ejtette senki rajtam kívül, holott azért most már elég nyilvánvaló szerintem mindenki számára, hogy milyen nagy szerepe van az Egyesült Államoknak is ebben a konfliktusban, és azt lehet hallani különböző most már nem csak szakértőktől, hanem politikusoktól is, hogy a béke irányába és a diplomáciai megoldás irányába történő tárgyalások, azok nem is az ukránok és az oroszok között zajlanak, hanem az Egyesült Államok és az oroszok között zajlanak, tehát nem megkerülhető az Egyesült Államoknak a szerepe. Mégis mindenki úgy csinált ezen a közgyűlésen, mintha nem is lenne szereplője, vagy nem is lenne fontos szereplője ennek a konfliktusnak az Egyesült Államok. Tehát én azt láttam... De ezért mondja, hogy ellenséges volt a közeg? Mert hogy az Egyesült Államokat nem a súlyához képest ették célkeresztbe? Ezért is volt ellenséges. Egyébként aki a leginkább kritikus volt a magyar kormánnyal szemben ezen a nemzetközi eseményen is, az Szabó Tímea volt, és ez számomra azért nagyon meglepő volt, hogy egy ilyen helyzetben van olyan képviselő, egy magyar képviselő, aki kimegy oda, és a legfontosabb üzenetnek ő azt gondolja, hogy a magyar kormányt kritizálja egy ilyen nemzetközi fórumon. Szerintem ennek a tere az a Magyarország gyűlésben kellene, hogy legyen, és nem a különböző nemzetközi arra, ugyan ön sokkal nagyobb mértékben kritizálta a magyar kormányt, hiszen teljesen feleslegesnek és indoklatlannak tartotta, nevezte ezt a 70 milliárdos támogatást. Ott kint erről nem beszéltem, tehát az ottani felszólalásomban ezt nem mondtam el, ott a saját véleményemet mondtam el, úgy, hogy nem minősítettem a magyar kormányt, annak a politikáját, holott megvan róla a véleményem, például ezt a 70 milliárdos támogatást sem gondolom, hogy oda kellene adni Ukrajnának, amikor ilyen gazdasági helyzetben van Magyarország is, de azért én úgy gondolom, hogy ez egy alapvetőnek kellene lennie egy ellenzék képviselő részéről is, hogy ezeken a nemzetközi fórumokon nem támadja a magyar kormányt, elmondhatja természetesen a saját véleményét, ezt én is megtettem, de nem azt kellene nemzetközi fórumokon fókuszba helyezni, hogy a magyar kormány mit ront el. Nyilván azért az, hogy a háborúnak minél hamarabb vége legyen, az Magyarországnak is elemi érdeke, és ezért van ez a támogatás többek között, de még mindig azt nem értem, hogy akkor mi a B-verzió. Tehát, hogyha mondjuk nem a szankciók, és mondjuk egy csettintéssel az Unió elengedi az összes szankciót, akkor hogyan kerülnénk közelebb a békéhez? Abban szerintem, aki árnyaltan látja a helyzetet, nincs vitája, hogy nyilván a szankciók azok valamennyire fájnak az Uniónak is, ez tagadhatatlan, de hosszú távon sokkal inkább lehetetlenítik el Oroszországot, de oké, ne legyen szankció. Akkor mi történik másnap? Mi hazánk forgatókönyve a béke irányába? Hát alapvetően ezeket a diplomáciai megoldásokat kellene támogatni Ukrajna és Oroszország, illetve az Egyesült Államok és Oroszország. Civileket lőnek, addig hogy ülnek le tárgyalni mondjuk Oroszország és Ukrajna? Amíg ugye Herszonból kivonulnak, és utána kapásból megsorozzák a város infrastruktúráját, ott még nincs diplomáciai esély.
De én úgy gondolom, hogy van, és nincs olyan helyzet, amikor ne legyen diplomácia, ne lenne diplomáciai esély, és hogyha valaki tényleg békepárti, akkor diplomataként és a külügyben dolgozó szakemberként, bármi is a helyzet a csatatéren úgymond, el kell kezdenie ezeket a tárgyalásokat, és a tárgyalások irányába kellene. Akár olyan áron, hogy Ukrajna a területének számottevő részéről mondjon le? Hát ez nyilván az ukrán álláspontnak a kialakítása, az Ukrajnának a dolga, tehát én ebben nem tudok állást foglalni, és nem is ismerem azt, hogy ezeken a belső tárgyalásokon, amik már zajlottak, vagy zajlanak, pontosan mi hangzik el kinek a részéről. Különböző sajtóhíreket lehet ugye erről olvasni, de hát nem tudjuk valójában, hogy ezek igazak, vagy nem igazak. Egész más az, amit az orosz fél lefest ezekről a tárgyalásokról, vagy az egész háborúról, és egész más, amit az ukrán fél. Tehát ilyen értelemben nem tudjuk, hogy pontosan ezeken mi hangzik el, és hogy mennyire vagyunk közel a békéhez. Ugyanakkor talán már egy pici elmozdulás van a nyugati országok részéről is abba az irányba, hogy tényleg be kellene fejezni ezt. És mi hazánk szerint az eddigi gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal úgy, ahogy van, vissza kellene állítani, mintha ne történt volna meg az, ami február óta megtörtént? Erről beszéltem pontosan, hogy a magyar érdeket kell néznünk, tehát nekünk olyan megoldásokat kell választanunk a nemzetközi gazdasági környezetben is, amelyik Magyarország energiaellátását és az élelmiszer biztonságát garantálni akkor tudja. Igen vagy nem? Igen. Tehát vissza kell állítani az orosz kapcsolatot. Hogyha azt helyesnek tekintjük, akkor igen. És önök helyesnek tekintik? Ugyanakkor én azt nem tartom helyesnek, hogy Magyarország ilyen nagy mértékben függ, akár Oroszországtól energiaellátás tekintetében, akár bárki mástól. Tehát mind gazdasági, mind energia ellátás tekintetében az önrendelkezés irányába kellene elmozdulni, és ez a háborútól egyébként független. Tehát az elmúlt 30 évben is már ezt kellett volna tenni, és nagyon sajnálom azt például akkor még egy kormánykritika részéről, hogy a magyar kormány ezt nem ismerte fel. Láttuk nyáron az asszálynak a kérdését, el kellett jönnie egy asszálynak ahhoz, hogy a kormány felfigyeljen erre, hogy mennyire fontos, hogy a víz infrastruktúrát kiépítse, és az ilyen asszályoktól meg tudja védeni a mezőgazdaságot, de ez nem kellett volna megvárni, hogy ténylegesen bekövetkezzen az asszály, hanem az elmúlt 12 vagy 30 évben fel kellett volna erre készülni. A függetlenedés része lehet az is, az uniótól is független együnk, mert például az a javaslatára, hogy ne fizessük be azt a 610 milliárdos éves hozzájárulást, hát mi mást érhetünk el, mint előbb-utóbb, amúgy is elég sok jel és veszély utal arra, hogy távolodunk az uniótól, hogy gondoljuk, hogy akkor pedig 1000 milliárdokat elvárunk, mi pedig nem fizetünk be. Hát az 1000 milliárdokat úgy tűnik most, bár még nincs teljesen hivatalosan vége ennek az eljárásnak, hogy az Unió azt a pénzt, ami egyébként a magyar embereknek járna, azt nem fizeti ki. Azért jár, hogyha fizetjük a tagdíjat, de nem fizetjük ön szerint a tagdíjat. Eddig fizettük, és nem kapjuk meg a nekünk járó forrásokat. Nyilván, mert ez különböző jogállamisági feltételekhez kötik, teljesen érthetően, nem? Az, hogy az Unió egyrészt ilyen mértékben beavatkozik Magyarországnak a belügyeibe, azt a magunk részéről mi elutasítjuk. Másrészt azért ez egy óriási kettős mérce, mert azért a környező országokban, ha csak a magyaroknak a helyzetét nézzük meg, és nem is kell Ukrajnáig menni, hanem mondjuk Szlovákiában vagy Romániában, hogy mennyire tudnak érvényesülni a kisebbségi jogok, azért ott is jó pár jogállamisági eljárást el lehetett volna indítani az Európai Unió részéről, de Franciaországot is említhetném, amikor ugye a tüntetéseken, sorozatos tüntetéseken emberi jogi jogsértések történtek ott is. Tehát, hogyha kinyitjuk ezt Pandora szelencéjét, akkor azért nagyon sok országtól meg lehetne vonni ezeket a támogatásokat. A másik, hogy szerintem nem is éri el azt a célt ezzel az Unió, amit szeretne. Ugye elsősorban a korrupcióra hivatkoznak, hogy amiatt nem adják meg Magyarországnak ezeket a forrásokat. Hogy Magyarországon elképesztő mértékű a korrupció, az gyakorlatilag tény, és mindenki így gondolja, úgy gondolom, aki józanul tudja látni a magyar közéletet. Ugyanakkor azzal, hogy ezeket a forrásokat visszatartják, én attól félek, hogy nem a korrupciót fogják visszaszorítani, hanem a magyar emberekhez ténylegesen eljutó támogatásokat fogja csökkenteni a kormány. Tehát a korrupció és az EU-s források egy része az ugyanúgy fenn fog maradni, de az emberek, akikhez valamennyi azért eljutott volna ezekből, az fog csökkenteni. Attól nem tart, hogy mi pedig visszatartjuk ezt a 610 milliárdos hozzájárulást, akkor ezzel, tehát hogy gondolja, ez, mi az erő helyzetében vagyunk? Erőből tudjuk ezt a dolgot átvinni, és akkor meg fogjuk kapni a pénzt, kinek komolyan gondolja? Hát azt látom. Egy szankció részünkre az Unió fele? Mi büntetjük őket az, hogy nem fizetjük be a...
Hát most ők büntetnek minket azzal, hogy a nekünk járó forrásokat nem adják ide. És akkor mi nem fizetünk, és akkor meg fogjuk kapni ön szerint? Tehát ez egy jó út. Így se úgy se kapjuk meg. Tehát, hogyha befizetjük, akkor sem kapjuk meg. Hogyha nem fizetjük be, akkor legalább az a forrás még itt marad nekünk pluszban, és azt fel tudjuk használni a magyar. Néhány százalék. Annyit akartam megjegyezni, mert lejár az idő, hogy 10 év óta ez az első olyan helyzet, amikor a pénzek megvonásával fenyeget az Európai Bizottság, vagy a tanács, nem tudom, amelyik fórum. A tanács fog dönteni persze 2 hét múlva, csak azt akarom, vagy 1 hét múlva, csak azt akarom mondani, hogy azt látja Brüsszel, hogy pálmafás kisgatyába mentünk be a szivarszobába, tehát hogy ez a probléma, ami miatt megvonják a pénzt, nem úgy kezdődött, hogy meg akarták vonni ezt a pénzt tőlünk. Hát a klubban szabályokat be kell tartani. Az egész uniós csatlakozástól elkezdhetnénk áttekinteni, hogy a Magyarország milyen helyzetben került be az Európai Unióba, és milyen mennyivel tőkeerősebbek voltak a nyugati országok, de ez ugye nem csak ránk, hanem az egész velünk együtt csatlakozott összes országra igaz, és a gazdaságunkban ezt nagyon erőteljesen kihasználták, ezt a tőke előnyt a nyugati országok, amellyel gyakorlatilag az egész iparunkat, mezőgazdaságunkat lényegében az erősebbnek a jogán felvásárolták. Minden esetre azért a magyar gazdaság egyik fontos mutatója a forint-euró árfolyam, ami bármilyen negatív hírre nagyon-nagyon kileng, ugye úgy, hogy gyengül a forint. Tehát mondjuk egy ilyen lépésre, hát nem tudom, elég hamar elérnénk a 440 forintos eurót, hogyha belengednénk, hogy akkor mi nem fizetünk. Alapvetően kellene a gazdaság szerkezetét megváltoztatni, vagy kellett volna már az elmúlt 12 évben megváltoztatni. Tehát az, hogy továbbra is a kormánynak az a politikája, hogy külföldről hoz ide különböző gyárakat, mint ez a kínai akkumulátorgyár, vagy az autóipar, az a magyar gazdasági adottságoktól idegen. Tehát mi alapvetően egy agrár adottságokkal rendelkező ország vagyunk. Ehhez képest a mezőgazdaságban is az oligarchák vásárolták fel a földeket, az oligarchák kezében vannak az összes, majdnem az összes élelmiszerfeldolgozó üzemünk, és ráadásul nem gondolkodott kisléptékű, biztos munkahelyet teremtő üzemekben a kormány az elmúlt 12 évben, annak ellenére, hogy a kommunikációjában ez megjelent. Tehát egy gazdasági szerkezetváltásra lenne szükség először ahhoz, hogy a kitettségünket csökkentsük, mind az Európai Uniótól, köszönjük, mind Oroszországtól. Urodóra, mi az ÁN képviseletében, köszönjük, hogy itt volt velünk ma reggel, Andris, neked is. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.